Na hello, üdvözlök mindenkit! Ez egy gyors videó, ugyanis úgy érzem illene ezt feltöltenem, mert megtörtént a lehetetlen. Mindjárt meglátjuk, hogy mi. Csak először menjünk végig hagyományosan, ahogy szoktunk. Közben figyeljétek, hogy hogyan csinálom, úgy ahogy legelőször, csak próbáljátok ezt megjegyezni, mert ez a jó kombináció. Megtörtént a lehetetlen. Kérem szépen, a legutóbbi frissítéssel, ami kijött az onlinehoz, ezt a falat be is falaszták rendesen, be van patchelve, többet nem lehet glitchelni. Én próbáltam, nem sikerült, telefonnal vagy anélkül, tök mindegy, nem lehet egyszerűen bejutni. Viszont ezt a videót azért is hoztam össze, mert megvan az új fall glitch, ahol majd be fogunk jutni, és így meg lesz az Elite Challenge, és rengeteg pénzt fogunk hazavinni. És ezt meg is fogjuk tenni, csak lelövöm itt ezt a zöld plusz. Még meg kell kerestem a kapu kulcsot, mert arra szükségem van. Bazzik, ez majdnem elbasztam. Pont ez a legutóbb. Oké. Fegyverváltás. Itt végigfutunk megint, kirámoljuk a széfet az irodába. Ott a kulcs, ez kellett nekem itt. A másik kulcs az engem nem is érdekel, amit legelőször vettem fel, a legelső őrnél. Az a kulcs akkor fontos, amikor ketten vagytok egyébként. Mindegy, kirámoljuk a széfet, mert még meg kell ölni egy őrt ahhoz, hogy működjön a kis trükkünk. De nyugodtan kezdheti az ember a széffel. Na, 90.000 egyből, az már jó. Bocsánat. Itt kiugrunk majd később, hadd menjen el az őr. És azt az őrt, akit ott várok, hogy elmenjen, le fogjuk puffantani. Jó, addig táncoljunk. Belefér egy tánc is. Na szóval, kiugrunk szokásosan, ahogy már megszokhattuk, törjük el a nyakunkat. Nem is sérültem, sokat most nézem. És itt a kamera után, ahol átment azon a kis, ezen a kis kapu részen itt. Itt már lelőhetitek nyugodtan, és már nem kell több börtönünk. Vissza felmegyünk, most jön a glitch, úgyhogy hölgyeim és uraim, próbáljanak követni. Vissza felmegyünk, berakjuk a karaktert első nézetbe, és futás nélkül itt leugrunk, és leugrás után ne nyomjátok egyáltalán a futást. De tényleg, semmilyen körülmények között ne nyomjátok, amíg be nem glitcheltek. Itt fogunk beglitchelni, nem tudok beszélni, felugrunk itt, beállunk ide, és úgy kell megkezdeni, hogy space és D, tehát a jobbra gomb, és a V-vel pedig be kell fordulni. Mert a D-vel fordulunk, és a V-vel pedig bemegyünk előre. Na, nem könnyű, megpróbálom. Uj, azt a büdös, sikerült. Rengeteg gyakorlást igényel, a gombokkal játszani kell, a W-vel, tehát az előre és a jobbra gomba meg kell tanulni először játszani. És... hál' Istennek nekem már elsőre sikerül, pedig nem is gyakoroltam valami sokat, és megmutatom majd azt a videót, ahol ezt megtanultam. Kb. Egy perces videót, úgyhogy meg lehet nyugodtan nézni. Meg igazából nem, most nem azért, hogy menősködjek vagy valamit, de szerintem én vagyok az egyetlen magyar videós, aki bemutatja a Kaio Perico Heist rejtémes glitch-eit. Szerintem én vagyok az egyetlen magyar, aki így megmutatja így másoknak, a magyaroknak, amit... hát a külföldiektől eltanultam. És igen, ez, szóval visszatérve, ez az új glitch így működik. Nincsen, ott nincsen befalazva, amit láthatjátok. Jó, ezt megcsináljuk. Jó, meg is van. És igen, így egy kicsit tovább fog tartani, mert ugye az előző videónál 7-8 perc alatt már meg is volt ugye a telefon glitch-el, ami már nem működik. Itt kb. Ilyen 10 perc, hogyha tényleg olyan ügyesek vagytok. És mondom, ott a falnál tessék gyakorolni, meg kérdezzetek, nyugodtan nem értitek, mert tudom, hogy hülyén magyaráztam el, de mivel nincs kamera a billentyű fölött, hogy hogyan csinálom így, ezért mondom, hogy tessék kérdezni. Visszatérve, nekem tequila van, de azért vállaltam be, mert ahol glitcheltem, ott két arany van, és ez a ritka eset, szóval legyen ez, úgy vagyok vele. És majd a netkábelt is kifogjuk húzni a falból, ahogy azt illik.
hogy ezt is glitcheljük, hogy ne kelljen ezt újra szenvedni. A prepper és stb. Na, 1.587, nem is rossz. És akkor most elmenekülünk úgy, ahogy tanítottam. És nem győzöm magam ismételni, mondom, valami nem megy, vagy nem értitek, kérdezzetek. Oké, okay. Ezeket nem mindig kell egyébként lelőni, csak hogyha esetleg nagyon a bejáratnál vannak, mert azzal is csak az időnk megy. De innen, hogy már megnyomtátok az E-gombat és jön ez a bejátszás, innen már nincsen sohasem észrevétel. Kivéve, ha vagytok olyan bambák, hogy még az udvaron is lebuktok. De ez velem nem történhet meg. Szóval igen, megint ismétlem magam, de muszáj hangsúlyoznom, ez az új glitch, így működik, így tudod magadba is kivinni. Fel a motornyergébe, és elmegyünk szépen a marra. Ja, az az őr arra megy, akkor mi megkerülünk erről. Ennyi. Nagyon jó, nagyon jó. Csak itt finoman. Finoman, mert a bokrokba is ugye meg tudnak állítani, ezt már mondtam abba a videóba. Ügyesen, és aztán teligáz. És még nem is sérültem, nagyon jó, mert ha sérültem volna, akkor csökken a pénz. És már csak végig kell úszni, de az aknákat kerüljétek. És mindjárt megvan az a hely, ahol le kell húzódni. Aha, ott az a bemélyedés, ott húzódjatok le szépen, mert így előbb megvan. És itt ebben a gödörben el kell érni egy hínárt, ami így egyenesen áll. Mindjárt itt lesz valahol, csak itt húzódjatok le, mert akkor előbb meg lesz. Ott is van a hínár, látjátok, az egyenes, kettő is van belőle. Csak el kell érni, és innen a vége is, és simuljatok minél jobban a talajhoz. Mert a heli észrevesz, ha túlságosan magasan vagytok. És igen, ennyi volt, kész, és akkor én most felállok innen, mert ugye nekem ki kell húzni az internetet. Hallni fogtok egy ilyen pukkanást a mikrofonban, akkor fogom kihúzni. Na most felállok. És hallottátok, hogy kihúztam szerintem. Nem tudom. Majd kiderül. De akkor kell egyébként, amikor ott a csávó megteszi a negyedik lépést ott a lépcsők felett. Na szóval, igen, és el is ment, nagyon jó. És amit láttátok, ezzel a glitch-el is megvolt 8 perc 30 alatt, pontosan 8 perc 29 alatt, szóval nagyon jók vagyunk, ez a 15 perctől távol áll. És akkor én most innen leállítanám a felvételt, és akkor itt leszek Franklinnel, ugye? Ezt mindenki meg tudja jegyezni, na most válok egyet. Na hello, újra itt vagyok. Na, lássuk, hogy sikerült a trükk, az internetes. Vissza kell lépni social médiába még nekem először. Ahhoz, hogy tudjuk GTA online-ozni, mert így nem lehet. Na, beléptem, itt vannak a barátaim is, minden. Akkor GTA online, rákattintunk, only session, enter, megvárjuk. És akkor meglátjuk, hogy sikerült-e a magic. Hú, de jó ez a kóla. Na. Azaz, már be is tölt, a koszotkán vagyok, és igen, az újraéredést állítsátok be a koszotkán, így hogyha sikerül a varázslat, akkor nem kell eljutni a koszotkájuk, hanem egyből mehet újra. Na igen, megkaptuk a kiírást, hogy ha ez sikerült, így úgy, amúgy. Elite Challenge is, 8 perc 29, nem is rossz, ugye az előbb is mondtam. És akkor most ránézünk, és ott is van, jobb felső sarokba láthatjátok is. Illetve, hogyha bemegyünk ide, akkor itt azt írja, csak be kellene lépni izébe, CEO-ba, indítsuk el. Így van, benn vagyok a Parizerbe. Ezt talán csak el kell fogadni, és itt van finálé, és már itt is van, mehetek megint. És még a pénzt is megkaptam, kilépünk. És akkor ennyi. Szóval igen, ezt a videót azért hoztam össze, mert az új glitch miatt, és azt is, hogy az internet glitch az továbbra is működik, azt szerintem rá se fognak jönni egyébként.
És mondom, megint nem menősködésből, de szerintem én vagyok az egyetlen magyar, aki így bemutatja nektek azt, amit az amerikaiak ismernek ezzel a Heist-tal kapcsolatban, a GTA-val kapcsolatban. Úgyhogy ennyi, pénzt is feltettük, úgyhogy köszönöm szépen a megtekintést. Tetszett, akkor like, comment, feliratkozás, aztán mondom, ha valamit nem értetek, bármi, nyugodtan tessék kérdezni. Sziasztok!